Sziasztok! Ma egy új játékot fogunk játszani, méghozzá a Guardian of Emberhez. Ez a játék, ez ilyen Diablo-szerű játék, viszont ahogy elnéztem, lesznek benne más elemek is, ami a Diablo-ban nagyon hiányzik. Már van egy 8-as karakterem, viszont a játékot az elejétől akarom megmutatni, hogy csinálunk egyet. Van 4 faj. Karakterkreálásra egy pár szót. Van ugye 4 faj. Igazából ez csak külsőre van. Tehát ugye kezdjük, van humán, sima ember ugye, elfek, törpék és ilyen lófasz, csibi, mit tudom, kis, mi ez? Neia. Tehát ezek így arra van, hogy legyen cuki karakter is. Köszönjük szépen. Egy hack and slash játékban biztos nagyon fontos. Én azt mondom, hogy csinálok egy embert, és ahogy elnéztem, lényegtelen. Tehát így bárki bármit kezdhet, amit éppen akar, nincsenek úgy külön frakciók, nincsenek bónuszok a részhez. Mindenkinek szíve joga. Gender, teljesen minden melyiket kezdesz. Itt ugyanez, hogy igazából ez csak ilyen külső az egész. Na, ami viszont fontosabb, a klassz. Van 5 darab klassz, az első Knight, ez egy ilyen tankszerű, ugye ott látjátok is a tulajdonságokat, tehát Endurance nyilván ez valami tankos karakter, főleg a pajzsal. A Priest, na, tehát itt kezdődik maga a játéknál az érdekes dolog. Tehát a Priest az itt nem csak az, hogy ilyen mindenféle holy spellekkel variál, hanem ahogy látjátok is klassz overvibe-ban, tehát supportként szerepel. Magyarul itt ez egy kicsit több MMORPG részt vittek bele a játékba, ami nagyon jó. Konkrétan, majd fogjátok is látni, lesz olyan, hogy tank, és lesz olyan, hogy heal. Ami hack and slash játékban nagyon nem szokott lenni. Hasonlók szoktak lenni, Diablo-ban például vannak tankok, össze lehet rakni egy tank karakter, de healer karakter nincsen. És ez elég szomorú szerintem, mert ott igazából majdhogy nem mindegy, hogy hogy játszol, hogy egyedül vagy partiban, mert ugyanúgy egyedül meg tudod csinálni ugyanazt, amit partiban is. Magyarul grindolni, mert sajnos igazából a Diablo-ban csak grindolás van. Nyilván, hogyha többen vagytok, több XP-t kapsz, több goldot kapsz, nagyobb item drop rate, nagyon jó. Tehát inkább folytassuk a klassz bemutatást. Arcanist, ez igazából leegyszerűsít egy mágus, tehát elementális támadások vannak, ranged, damage support, elementál spell, és akkor itt vannak a, hát elsősorban sebzésre van, távolsági sebzésre persze. Engineer, ő ilyen bombákkal operál, ranged karakter. Igen, hát annyira azt nem is néztem meg, a ranged azt szerintem hasonló, csak ugye ő pedig íjjal. Biztos megvan a kettő között a nagy különbség, csak én még nem ismerem őket. Tehát így kezdtem egy karaktert, egy Knightot, és ennyi. Tehát most ki akarom próbálni a Priestet, nem érdekes, hogy ez is pajzsal van. Tehát ki akarom próbálni a Priestet, hogy megnézzem, hogy akkor ez pontosan micsoda. Nos, igen, külső, hát ez roppant fontos. Gyerünk, hát elnézem, olyan sok variáció azért nincsen igazából. Uff. Csí. Ez tökéletes lesz. Bőrszín. Fú, mindegy igazából. Tehát én szintén nem tartom fontosnak. Hát ez csodálatos lett. Jó lesz. Tehát így látjátok is, hogy mondjuk azért az arcot, aha, jelenleg az testalkot. Adjust body, adjust head, ja. Ha, tehát ezért kicsit át lehet alakítgatni a dolgokat. Nem tartom annyira fontosnak egyébként, mondjuk egy bodynak állítsunk valami. Nincs valami beállított head size, nem, body size, nem. Uff. Back and mittens. Reméltem, hogy van valami alapbeállítás. Hogy ilyen vékonyabb testalkat, izmosabb testalkat, valami ilyesmi. Így. Névnek. Holy. Bella.
Nem hiszem, hogy foglalt lenne, hát nem. Jó. Igen, itt ahogy mondtam, már elkezdtem egy lovagot, de mondom, az elejétől kezdjük az egészet. Ez töltőképernyő, ez fenomenális. Én értem, hogy művészre akarták volna, hogy ilyesmi, de azért... És ugye a játékkapásból egy harcba dob be minket. Nagyon... Igen, tehát lehet VSD-vel is irányítani, meg egérem is nagyon megolok. Mondjuk a VSD-t azt mondom, ki szereti. Jó. Van itt kurza over... Igen, tehát hogy ha az ellenségre viszem a... Wow. Ellenségre viszem az ekeret, és úgy kattintok a balgomba, akkor ugye értem szerint az alaptámadást. Tehát ez ilyen nagyon egyszerű tudod, hogy igen, egy szokásos shiftet lenyomom, akkor folyamatosan lő, nem kell mozgás miatt aggódni. Tehát nagyon megáll a karakter. Jó. Na, még mielőtt nagyon elindulnék, tehát annyit a játékról, hogy ugye early access. Magyarul még nem jött ki a játék, fejlesztés alatt áll, viszont már lehet játszani vele. Nem véletlen most kezdtem el, mert azt hiszem, hogy egy-két nap már kint van a játék, viszont az a baj, hogy élvezhetetlenül laggolt a játék, ami azt jelentette, hogy kattintok, és akkor nem most lövi el, hanem katt, és kicsit vár, volt delay, egy-két másodperc, ami azért elég idegesítő volt, de hát azért ezt lehetett sejteni egy early access game-től, és írták is, hogy ezt javítani fogják, ezt két nap múlva, az ma már ki is javították. És egyenlőre, hogy elnézem, most viszonylag jó is a delay, nagyon pici még van, de az teljesen mértékben belefér. Meg egyébként egy hack and slash játékról beszélünk, de ezek azért ez lőj rendesen. Ahhoz képest, hogy egy support karaktert kezdtem. Jó, majd ezeket szétosztom. Ugye ezt közben szintet léptem. És akkor már írja, hogy jó lenne... Ja, lehet ugrálni. Mondjad már... Kurva jó egyébként a karaktereknek a ruházata. Tehát például ez a lovag, ez iszonyatosan jól meg van csinálva. Full tökik páncél az egész. Meg hogyha megfordulna... Ez ott ugye köpeny és mennyire szépen meg van csinálva. Legalábbis nekem tetszik. Elmondom, tehát nagyjából egy ilyen grafikát azért elvárok már a mai játékoktól. Tehát ezt nem azt mondom, hogy ez a világ legjobb grafikája, de azért ennyi kell már. Jó, én nem foglalkozok itt igazából ilyen cuccok felszedésével, meg ilyesmi, mert nagy részt... Na, ez a dodge-olt. Nagy részt gold van. Igen, alapítom meg, tehát bármikor újra összeszedem. És nagyon gyorsan végdarálom itt az elejét. Megtámadták a várost, a goblinok, vagy mik ezek... Igen, goblinok. Meg kell ölni őket. Nagyon egyszerű, tehát egy hack and slash játéktől azért nem hiszem, hogy az emberek olyan... igen, a skill ment, azt is megmutatom. Nem hiszem, hogy a hack and slash játéktól akkora nagy elvárásai vannak a sztoriban az embereknek. Mert hát mi az Isten? Na jó, majd ez később. Ajaj. Beosztok egy bűnös nagy, nem is tudom, troll vagy mi volt ez. Na. Ja, troll. Ott van még kip. Az mi? Jaj, lerakok valami bogyót, az felrobban. De jó. Jaj. Jaj, kaptam most még egy képességet. Jó, ez nem a nehéz szerencsére. Ugye dobálja a kis itemeket, ugyanúgy felszed, mint a legtöbb ilyen ilyesmi hack and slash játékban. Nem bonyolítja ezt túl azért nagyon dolgokat. Majd megmutatom a karakterlapot, meg a skilleket, már amennyi van. És ott lesznek érdekes dolgok még. Igen, ugye most visszamenekülnek a... Hát...
hát nem is akarom más mondani, dungeonikbe, ez a kis barlangjukba, ahol majd utána kell menni, ennyi. Egyébként elnézést a köhögésért, meg mindenféle ilyen hülye hangokért, elég beteg vagyok. Eléggé. Nos. Jó, visszavettük a goblinokat, meg van a város. Jó. Tehát még itt nem látom a minimappon az egészet, gyors körbe szaladok, amíg beszélek. Tehát lényeg az, hogy ez a kezdővárosunk, még innen messzebbről nem jutottam, amikor... nagyjából eddig jutottam. Tehát, hogy még utána járkálgattam egy kicsit, ugye felfejlesztettem a karakterem. Na hát itt ugye az alap dolgokat meg lehet találni, tehát van armor vendor, weapon vendor, ami potion vendor is van. Ezeket majd megnézegetitek, hogyha akarjátok. Sima bolt, tehát nem semmi extra igazából. Ugye vannak küldetések, nagyon jó van waypoint, tehát ugye most még nyilván nekem csak egy hely van, mert ugye itt indulok. És igazából ennyi a város. Felveszed a küldiket, ott írja, hogy miket kell csinálni, és tabot megnyomod, akkor pedig jelzi a térképen. Nyilván nincs felderítve, tehát nem tudom, most még nem látom, csak úgy nagyjából arra el tudok indulni. És ami nagyon jó, sajnos. Nagyon sok, főleg online játékoknál vannak ugye ezek a hack-and-slash próbálkozások, csak azok annyira rosszak, hogy ez valami játszhatatlan. Tehát, hogy van olyan, hogy auto move, meg auto battle-vel telerakják, és igazából maga a játékos nem is igazából játszik, hanem csak végignézi az egészet, és ez eléggé, hogy is mondjam, szar. Itt nincs ilyen szerencsére, tehát még csak egy auto move-ot se raktak be szerencsére, csak fogod, elindulsz, és akkor mész, és akkor majd megtalálod valahol a kis küldetésedet, meg a kis mobodat, amit éppen meg kell ölni. Nagyon jó. Nos, menjünk ezeken a menükön szépen sorba, hogy mik, lehet, mik elérhetők a játékon belül. Az első a karakter maga. Nincs igazából nagyon túlbonyolítva az első részet. Itt van négy alaptulajdonság. Leírja mindegyik tulajdonság, hogy mit ad a karakternek. De ahogy elnéztem... Igen, tehát ahogy elnézem, ugyanezeket adja a tangnak is, tehát akkor gondolom mindenkinek ugyanazt kell. Vagy mindenkinek ugyanazokat a statokat adja. Itt látjuk, hogy én már ugye kettes szintű vagyok, tehát három, vagy szintenként három attribútum pontot kapok, tehát magyarul már van 6 darab, azokat el tudom osztani a karakterem belül. És van reset gomb, tehát igazából, hogyha valaki most így elkezdi osztogatni, és úgy döntött, fú, ezt nem jól csináltam, ezt nem kellett volna, akkor ugye értelemszerűen újra tudja osztani a pontokat. Details alatt még több ilyen statot, ezt majd később, hogyha majd én is jobban belemerülök a játékba, akkor fogom tudni mondani. Alapjártól nem tűnik annyira hihetetlen nagy dolognak, tehát ilyen értelmezhető statok vannak. Ez, hogy is mondjam, majd később érdemes szerintem ezekre így ráfeküdni, meg jobban belemenni. Most még annyira én sem foglalkoztam vele, csak úgyis hamar cserélem az itemeket, fogom, ahogy kapok egy új itemet, jobb a szintje, több statot ad, már cserélem le. Annyira nem foglalkozok azt, hogy úgyis én most nem is tudom, a Holy Image-re menjek, vagy ilyesmi. Nos, attribútum pontokra visszatérve, hát nézzük akkor sorba a Prestige. Critical Hit Chance-et ad, Resistance Modifier, ezek szerintem egyértelműek. A Critical Hit ugye minél magasabb, annál többször krittelek, ez egyértelmű. Resistance Modifier, ugye, az is van, ugye megkeresem, ugye mindenféle elementálok, tehát a fizikális ugyanúgy benne van, tehát mindenféle elementál sebzést bekapunk, és arra adja gondolom az ellenállást, tehát most mit tudom, rányomok egyet. Fúha, hát, hát nagyon megnöveztette. Ja. Jó, akkor vaszak, ez egy darab még nem elég. Ja, és lehet, hogy 100%-ban tolja fel. És ha van nullám, akkor nyilván nem tol fel semmit. Mert az ugye elég kevés neki. Igen. Jó, ez majd később.
Bravery, ez mindenféle damage-et növeszt, és utána van, ami lényegesebb, Healing Affinity, Healing Overtime és Shield Strength. Ezt, ahogy elnéztem, ez inkább a tankóknak számít nagyon. A damage-eket azok szerintem egyértelműek, nyilván képességeknél oda van írva, hogy ez milyen sebzést okoz. Ez ott van, ez Dark Damage, ez Holy Damage. Egyértelműen ki lehet választani, hogy éppen te melyikkel sebzel, és azt szerint tudsz gyúrni. Healing Affinity, az pedig ugye arról szól, hogyha rámész a Healing Skill-re, rámész Healing Skill, ez a erősebbeket healelsz, tehát meg shield, ahogy elnézem, azok a spelljeid, amik healelik az ellen a csapattársaidat, azok erősebbek lesznek, nagyon jó szerintem. Healing Power, aha, ezt érdekes, hogy külön szedték. Tehát van a Healing Skill, ez így az alap erejét növeli a spelljeidnek, amivel healesz és shieldet adsz, tehát pajzsot adsz. A Healing Power az pedig a más játékosokra való healt növeli, tehát ezt érdekes, hogy így külön szedték. De hát mindegy, külön van szedve. És van a Healing Affinity, ez pedig igazából a bekapott healt, amit rád adnak healt, azt növeli meg. Ez inkább a tankoknak fog kelleni, én úgy érzem. És a... Igen. Igen. Jó, tehát a Bravery az maga az Affinity-t, meg a Healing Over Time-ot növeli. Meg Shield Strength-et, ez megint csak ugye a tankoknak fontosabb. Blood, ugye ott megint csak van 4 Elemental Damage. Lehet, hogy ezeket Elemental Damage-eknek hívják, én annak hívom. Ugye itt az életet növeli, és az Instant Heal-nek az erejét növeli. Igazából, tehát itt a Healing Overtime-ot is növeli ez, tehát gondolom akkor ez a leadott healt is növel, igazából. Már rakunk rá erre is egy pontot, meg erre is egy pontot. Kettő lett véletlenül, az nem tudom, hogy. Az utolsó fókusz pedig Attack Speed-et és Block Chance-et növel. Ez viszont már tényleg inkább csak a tanknak, meg damage-es karaktereknek való. Jaj, rosszul értelmeztem. Shield Strength, az is healre vonatkozik. Hú. Mert ugye tényleg hát valószínűleg lesz olyan képesség, ami pajzsd ad a csapattársaimnak. Jó. Igen. Érdekes egyébként, hogy ahogy elnéztem, jó, hát ruhát biztos nem tudok felvenni akármiért, tehát egy papként szerintem heavy-t nem tudok felvenni, ez úgy érdekes lenne. Ezt odaelasztjuk. Viszont, tehát pajzsot tudok használni, fegyvert, ahogy elnéztem, mindenki mindent tud használni. Tehát én mentem ott a kis warriorommal, vagy tök minimál, minek van az neve, ezek Knight-nak, azt hiszem, és buzina egy heavy páncéllal megy, pajzsal, karddal, vagy éppen mészal, ami éppen kezembe került, de ott volt egy bow, és azt is tudtam használni igazából. Igen, armor, jó. Tehát így nagyjából a többi statról, tehát a armor azt tudjuk, hogy csökkenti a bekapott sebzést, all type of damage. Ó, ez érdekes. Damage resistant. Ez is van, damage-et csökken, csak ez a bite this percentage. Hát ez százalékosan csökkenti a sebzést. Block power. Ugye lehet blokkolni a játékban a shield-el. Ez arra való, hogy tehát az, hogy blokkolsz egy képességet, az nem azt jelenti, hogy teljesen lenullázza a sebzését, hanem csak lecsökkenti. És a block power ennek fogja növelni a sebzés csökkentését. Ugye blockchain chance az egyértelmű, ugye minél nagyobb százalék, annál többször blokkolunk, a dodge az pedig ugyanez, csak ez kitérés, tehát ennyi. Tehát ugye az életnél ott írja egyszer, hogy mennyi életem van, tehát 304, plusz ott van alatta a health regen is, ami... Tehát ott írja is, hogy combatban nincsen health regen, ami érdekes. Viszont van olyan, hogy hogyha mozgok és nem vagyok kombatban, akkor szekenként 0,8% élet töltődik.
és ha nem vagyok mondva, és csak állok egy helyben, akkor viszont 1%-ig élet töltődik, tehát akkor töltődik a leggyorsabban az élet, de amúgy pulsnöket nyugodtan lehet darálni, mert elég sokat kapunk. Nyilván később majd fogunk kapni ilyen health regeneres itemeket, az még odaig van persze. Energy, gyakorlatilag ez a mana energy, ami éppen. Tehát itt én egyenlően csak energyvel találkoztam, nyilván ebből következik az ember. Igen, következő stat az Energy Recovery. Itt elég hosszasan leírja a dolgokat. Igazából ez is olyan, hogy később folyamatosan növeszteni tudjuk, meg mert a skilleknél fogjátok látni, hogy ott azt, arra is rá lehet gyúrni, tehát ezzel tölti vissza az ember az energiét, semmi extra. Plusz szerintem spellekkel is vissza lehet, hanem is mindegyikkel. De például... igen, itt van például, hogy ez ott van, hogy 3 energyt tölt vissza. Ez meg ugye fogyaszt 20 energyt, tehát ott alul lehet is látni, hogy ott fogyasztja. Hogyha meg lövöm ezt a bal klikket, akkor pedig ott van, hogy folyamatosan növeszti, mert alapjáraton is nő. Csak lassan, ezzel pedig ugye gyorsan még kicsit rásegíteni. Tehát energy management, semmi extra. Jó, agro bónusz. Na, tehát ugye itt kezdődik a maga a tankosság. A Knight-nál például, ugye ott biztos erre érdemes rágyúlni, tehát hogy maga az agro ugye, aki nem tudja esetleg, arra való, hogy a mobokat, akiket támadsz, azok jobb, sokkal jobban fognak rád koncentrálni, hogy az agro nagyobb. Jó, speed, ez sima move speed, tehát minél gyorsabban, minél nagyobban, minél gyorsabban mész. Mounted move speed, ez pedig amikor majd lovag, mert itt lehet lovagolni is. Ez pedig arra vonatkozik, hogyha lovagolsz, akkor annál gyorsabb, amennyivel nagyobb ez a stat. Jó. Profession, lehet, nem tudom, ezeket annyira nem nézegettem még át. Mert nem jutottam oda egyszerűen odáig, tehát biztos ennek idő kell ezeket a skilleket kifullozni. Horgászni próbáltam, nem sok sikerrel. Van itt armor string, blacksmith, crafting, alchemy, planting. Fú, hát sok minden lehet csinálni, még ezekről nem tudok egyenlőre beszélgetni, mert nem próbáltam. Jó, igen. Tehát ugye sok mindenkinek ez talán fontosabb, mint nekem. Nem, Isten mencs, ilyen hülyeséget nem veszünk. Be lehet öltöztetni a karaktert mindenféle fasságba. Ez csak kinézet, nem ad plusz statokat, ha jól tudom. Még nem találkoztam, hogy ők... ez mit csinál? Jó, hát itt simán beöltöztetés van. Ez arra való, hogy jobban, vagy a saját magad által összerakott ruhába mehessél. Ez... valószínűleg itt lesz az, hogy ilyeneket lehet majd venni a real money-ért, tehát igazi pénzért. Ebben nem is mennék bele, mert engem marhára nem érdekel. Title, ez eléggé hiányosnak tűnik nekem. Tehát ez ugye az ilyen címek, vagy hogy is mondjam a karakternek, tehát hogy ilyen rang, hogy mit tudom én, talán hogy finisher, tehát mondom, befejeztem valami hülyeséget. Akkor ott lesz, hogy nem is tudom, minek neveztem a karaktert. Holy Bale, a finisher, vagy valami ilyesmi lesz az elnevezés. Ezek jó dolgok egyébként. Viszont nem tudok se rákatni, ne semmit, tehát ezeket így valószínűleg valamikor megkapom. De még egyről nem kaptam egyet se. Jó, currency, tehát itt ezt tud mondanom se kell, itt vannak mindenféle fizetőeszközök gyakorlatilag. Egyszerűsítve, azt hiszem ez a frozen ember, ez az, amit pénzért tudsz megvenni, rendes forintért. Gold, azt tudjuk, ugye az inventory. Tehát ez lenne a maga a gold, ez pedig az ember. Értem szerint nekünk nincs egyik se, tehát meg itt láttam, vannak kulcsok, egy dungeonban mentem már. Az dungeonokban vannak ilyen ládák, és azokat nyitják ki, ezek a kulcsok. Nagyon jó dolog. Csak hogy értem szerint itemek vannak. Aréna pont. ez lesz itt valószínűleg a PvP rész. Még ezt nem próbáltam ki. Biztos van valami szintkövetelmény is, vagy valami ilyesmi, de ne egyes szinten menjem a hülye gyerek PvP-zni. PvE.
Na mindig. Itt, ahogy elnézünk, van 3v3, 5v5 és PvE. Hát ez majd gondolom akkor egy ilyen, nem is tudom mihez hasonlítani, inkább ilyen WoW-os arena systemet tudnénk elképzelni, hogy bejoinoltok és akkor összerak 3v3-ba az embereket. Jó dolog, a PvP-t mindig szeretik az emberek, elég sokan. Jó, inventory, erről igazából olyan sokat nem fogok tudni beszélni, meg nem is akarok. Itemek, itemeket ide rakott be az alap, itemeket van az ember item. Itt azt hiszem mountokat, meg ilyesmiket rakott be a játék nekem ide, meg azokat, amik nem ilyen átlag felhasználásra vannak, mint a potionök, ez is spring water, azt tudom, ez mi az isten. What? Ez van lónak, tudok adni vizet, nagyon jó. Na jó, nagyon gyorsan megyek, és akkor itt fellépek egy három szinten, mert ahogy látjátok talán az XP csíken, nem sok kell. Na hát ennyi volt, az nem sok. Ahogy szomorodnál meg... Na. Tehát ahogy mondtam, bárki bármilyen fegyvert tud használni. Értelemszerűen olyat kell keresni, ami azért jó statokat tett nekem, ez a Stamp Recovery. Ezt tudom már pontosan mit csinál, de nem hiszem, hogy ez nekem nagyon kell. És tudok használni heavy-t. Az durva. Tehát ilyen priestként is tudok heavy armort felvenni. Na, jó, visszatérünk a pajzsra, meg a... melyik ez wand, nem magic stuff, csak egykezes stuff. Akár az inventory ennyit, itt pedig ilyen speciál itemek vannak, itt még egy sem volt nekem, tehát nem tudom erre mit mondani. Ami fontos, hogy az inventory-t tudod bővíteni, és itt kerül maga a játék úgymond pénzbe, hogy tehát inventory slotot tudsz venni, úgymond, tehát ezt inkább így akarom mondani, hogy az inventory slotot tudsz venni, ezekért a frozen emberekért. Igazából ez olyan dolog, hogy nem kötelező, és ahogy elnéz, ahogy látjátok is, tehát nagyon sok helye van az embernek. Plusz én szerintem ezt a frozen embert, ezt majd lehet szerezni is valahonnan. Biztos valami eventekből, vagy ilyesmikből biztos lehet majd szerezni, hanem is sokat, de valamennyit. Plusz ez olyan dolog, hogy ez inkább csak egy kényelmi funkció, ami nagyon jó, tehát ha már én megveszek egy játékot, akkor ne az legyen már, hogy utána nekem követelnem kell egy csomót rá, mert minek? Hát könyörgöm, egy játékot azért veszek meg, hogy egyszer meglegyen, és utána ne kelljen többet ráköltenem, nem azért, hogy utána még ilyen mikrotranszakciós fasságokkal elbasszák nekem a játékot. Na, quest, itt igazából elég egyszerű a dolog. Questeket itt lehet átnézni, leadni. Share quest, az is nagyon jó. Ezt nem is néztem. Meg is tudsz osztani küldiket másokkal. Skill. Na, itt térünk át kicsit a játéknak a mechanikájára. Vannak passzív skillek, minden karakternél leírja, hogy mi micsoda, és nem kezdem ezt egyesével elemezgetni. Ráadásul nem is tudom, hanyas szint kell, 10-es szint kell az elsőhöz, meg 30-as másodikhoz, tehát ez még elég odé vagyunk ezzel. Primary skillek, fő skillek. Később nyilván fogunk még kapni, tehát úgy van, hogy jelenleg ki lehet választani, melyik képesség, jó, baszok, sok tipp nem kellene, köszi. Ezt ki tudom választani, hogy melyik képességet rakjam éppen be a... tehát melyik képességet használja éppen a karakter, ugye. Mindenféle képességek vannak. Nagyon jó, tehát én azt mondom, hogy... itt szabadon választhat az ember, ugye... Menj már innen. Tehát a primary skill ugye az a bal klikken van, a secondary skill a jobb klikken van, és ezek közül lehet válogatni. Viszont le van írva pontosan, hogy melyik képesség mit csinál. Most csak nem fogok mindegyik képességet kielemezgetni, mert ez nagyon sokáig tartana, plusz nincs is meg még mindegyik. Ezt majd esetleg később egy későbbi videóban. És az a lényeg, hogy ahogy fejleszted a képességet, ezeken a kis pluszokon tudod fejleszgetni. Ugye folyamatosan állakulódnak a következő variációi, mert nem fejlesztése. Mert olyat is lehet, hogy tehát én ezt befejlesztem, és utána ezt a képességet ide behúzom. De akár ezt is megtarthatom, mert lehet, hogy az pont jobb éppen. És akkor így igazából itt állok az három fajta variációját.
és azokat lehet váltani. Tehát például a tanknál ott van egy olyan, a Knight-nál van egy olyan, hogy az egyik képesség azt csinálja, hogy nagyobbat sebez. A következő képesség azt csinálja, hogy healer is téged, viszont nem sebez annyit. A következő pedig agro termel. Tehát így azért nem nő a sebezés folyamatosan, csak változik éppen. Itt is valószínűleg valami ilyesmit kell elképzelni, és ami megint csak egyedivé teszi a karaktereket, hogy tehát itt kiválasztatod, hogy te melyik statot akarod a fejlesztésnél megkapni. Tehát itt van critical hit chance és instant healing modifier. Tehát ha inkább damage-esre, tehát ilyen szólóban akarod tolni és sebzésre akarsz menni, akkor ugye értelemszerűen crit hit chance-re érdemes menni. Ha pedig healelni akarsz, akkor pedig instant heal modifier-re mész. Ezek nagyon jó. Én nekem ez nagyon tetszik. Például most rámentem a healre, és akkor megkaptam itt a következő képességet. Ja, tehát ezek a képességek nem befolyásolják a... vagy ezek a statok nem befolyásolják ezeket a képességeket. Itt megkaptam, ez Restore Health by 900 healing power to your... Igen. Tehát, megmutatom. Most átalakítottam erre, és ez tölti a csapattársaim életét. Viszont, szinte biztos vagyok benne, hogy én ezzel senkit nem fogok tudni sebezni. Meg engem is tölt, nagyon jó. Pillanat, mindjárt keresek egy mobot. Megmutassam. Tehát ezt így látjátok, hogy ezt lőhetem, de nem sebzi. Viszont nekem meg tölti az életemet. Magyarul, hogyha én ezt használom, akkor a Holy Dim Gemnek a 70%-át sebzi az elmeségre. Hogyha ezt használom, akkor pedig a Healing Power-emnek a 90%-át fogja healelni a csapattársaimba. Itt következő, hogy ez már megint egy más dolog, mert itt ez sebez. És valami területi sebzést is okoz. Itt a Holy Damage-tól, aztán pedig for each critical hit targets, ez pedig plusz, hogyha crittelek a képesség, akkor plusz Dark Damage-et is tol, tehát ilyen vegyesen viszont nagy sebzést okoz. Ezek nagyon jó kis dolgok, hogy ennyire meg lehet variálni a dolgokat. Ezt úgy tudom elképzelni, mint a Diablo-ban magát a rúnázást. Tehát, hogy van az alap képességet, és akkor rúnákkal tudod erősíteni azokat. Nagyon jó dolog, én nagyon szerettem ott is, meg itt is nagyon szeretem. Azt nem tudom pontosan, hogy a képességet ki lehet-e fullozni, de előfordult, mert ha jól tudom, jelenleg most 40 a maximum szín, de dolgoznak a játékon, hogy 60 legyen, és kinyitják a következő aktot, tehát a fejezdét a játéknak. Jó, hát a magáról a skillekről ennyit. Ó, és itt lehet ilyen... itt az összes ilyen passzív képességet összeszámolja, és ezt kiírja egybe, ez nagyon jó. Jó, ezeket nem osztó széllyel, a következő world map, ez nem kell szerintem túlmagyarázni. Annyit azért hozzáteszek, hogy nem kicsi a térkép, tehát jelenleg itt vagyunk. És a lovaggal eljutottam idáig egy ilyen, ez egy fél óra alatt. Tehát azért úgy van még mit felfedezni, bőven. És még most fogják hozzarakni sok mindent a játékhoz. Ez nagyon jó. Vermont, jó, crafting, ezt még nem tudom megmutatni, ez 40-es szintű karakter kell. De szerintem egyértelmű, hogy ez mi lenne. Tehát nyilván le tudok gyártani magamnak dolgokat. Pajzsot, potion, biztos ilyeneket. De az igen, az, hogy néz ki. Biztos majd ilyesmiket le lehet gyártani. Még ebben nem tudok belemenni. Jó, ugye van a social rész, amikor a barátlistát, nyilván sok barátom közül, simán egyszerűen add friend, beírod, és semmi extra, sima barátlista, ezt nem kell szerintem túl variálni. Van achievement, mindenki nagyon örülhet, mert mindenki szereti az achievementeket, én nem, én pont leszarom. Viszont annyiből jobb az achievement rendszer, hogy szerintem meg se kaptam, nem. De annyiből jobb az achievement rendszer, hogy valamilyen szinten legalább az emberek fognak törekedni arra, hogy ezeket megcsinálják. Csak azért is, mert
hogyha itt mit tudom, hogy bemegyek ide. Tehát, hogyha megcsinálsz egy achievementet, akkor kapsz érte cuccokat. Nem sokat, ilyen kis goldot, XP-t, ilyen apróságokat kapsz. De kapsz. És például itt van ez potion-t ad éppenséggel. Na. Ezt össze is szedte. Ilyen nyitok egy inventory-t. Nem is tudom, mennyi volt, de szerintem kurvára mennyi. Úgyhogy kaptam 5 potion-t. Tehát ezért jó az achievement. Hogyha valaki nagyon achievement kurvulni akar, akkor itt van rá a lehetőség. Nagyon sok mindent össze lehet gyűjteni. Még én sem nézegettem át mindent, mert kurvára nem érdekel konkrétan. Maximum csak azért érdekel, hogy tényleg az ilyen értejáró jutalmakat összeszedjem. Azt nem tudom, micsoda. Jó. Következő guild. Ez klán, ezt még, hát nem vagyok még klánban, tehát ezt nem tudom igazából megmutogatni. Itt pontosan nem tudom mi lesz, de nagyon reménykedek, hogy lehet ilyen klános instákat, klános PvP-t, ilyesmiket összeszervezgetni. Az nagyon jó lenne. A következő, ez a kompendium. Hogy őszinte legyek, ez nem tudom micsoda. Ez egyáltalán nem tudom micsoda, viszont progresszelem már. Jaj, tudom már mi lesz ez. Gondolom vannak ilyen nagyobb szörnyek, amiket meg kell ölni, gondolom a sztori alapján. Én a trollt ugye már megöltem. És kaptam is érte kis bónusz statot. Jó, hát itt valószínűleg vadásznom kell majd az ilyen mamukat, és akkor az alapján kapok majd én is plusz statot. Nagyon jó. Enchantment. Ez általában ilyen az itemeimnek a fejlesztése, amit itt nem is látok egyenőre. Viszont 30-as szint kell hozzá, és ezt nem tudom még megmutatni. Marketplace, na. Mindenki megnyugodhat. Mert ezek az, amit egyenőre elérhető, tehát most tudok venni ilyen loot warbot, meg loot war basic inventoryhoz. Tehát ezek ilyen hasznos tárgyakat adnak, tehát XP bónuszt ad, permanent, tehát idéglenes, nem permanent, az a, az tudom már melyik, hogy most az idéglenes vagy a végleges hátas, mount, ugye, és fun itemeket, így ide jó. Tehát egyenőre most még csak ezt a két itemet lehet venni, minden három, nem tudom melyikben ennyi, mint három ilyen fizetőeszköz, de mindegyikért igazából csak ezeket lehet venni. Ezek csak ilyen alapitemeket adnak, tehát nem kapsz pluszot, nem kapsz izét. Utána egy fun item, XP bónusz és inventory slot. Például, tehát mondom, ezek nem olyanok, hogy hogyha most PvP-n összekerülsz egy ilyen ember, aki ezeket vette, de nem lesz erősebb. Jó, hát röviden magáról a játékra ennyit. Hogyha szeretnétek még videókat, akkor írjátok kommentben, és csinálok még többet, főleg a harcrendszer, hát most a harcrendszer, tehát ez igazából ez egy hack and slash játék, nem egy bonyolult játék, nem egy bonyolult a harcrendszere, az ilyen partis dolgokat szeretném még megnézni, meg megmutogatni, csak azt én is kis időt kérek, hogy kipróbáljam a játékot, megnézzem, ne úgy mondjam el, hogy ezt nem is láttam, nem is tudom, hogy miről beszélek. Viszont, hogyha szeretnétek, akkor jelezzétek kommentben, és csinálok még bőven ilyen videókat, mert nekem igazából tetszik a játék nagyon, és hogyha megnézzük az árát, akkor bőven a Diablo 3 alatt van, de például én már most több funkciót látok benne, mint a Diablo 3-ban, mert Diablo 3, azt hagyjuk meg, hogy igazából az nem egy rossz játék, de az abban egy kicsit drága ahhoz, hogy csak simán bemenjek, azt grindoljak. Maga a harcrendszer az pedig ugye, hát hasonló Diablohoz, de azért mégiscsak más. A skillek azok hasonlóak, ott az talán egy kicsit jobban tetszik nekem ezek a skillrendszerek, mert itt jobban rá tudsz állni magára a karakternek vagy a karakter kreálásra, te jobban ráállhat. Főleg itt a statpontokkal ugye. Tehát itt full te osztod el az egészet, azt csinálsz, amit akarsz, úgy csinálod, hogy akarod.
Ha szarul csináltad, szarul csináltad, ez van, hát sajnálom, az meg hozd el normálisan a pontjait, és akkor nem lesz gond. Meg a más nem fogsz nyomsz rá egy resetet, az jó van, amit majd 15-ös szintől lehet. Igazából röviden ennyi lenne a játék. Remélem nektek is tetszett, a Steamen egyébként elérhető, nem, ezt nem reklámként mondom, csak hogy valaki érdekel a játék, akkor Steamen meg tudja venni. Érdemes nézni Twitchen is először a játékmenetet, hogy hogy néz ki, mert még early access, tehát még változhat is a játék, plusz még nincs kész teljesen a játék. Tehát inkább azt mondom, hogy tényleg nézzetek utána, azért csináltam ezt a videót is, hogyha ha valaki kedvet kapna hozzá, és nem szeretne Diablo áron venni ilyen hack and slash-t, akkor inkább ezt a játékot tudnám ajánlani. Olcsóbb, ahogy elnéztem, viszonylag sokan játszanak vele, tehát most is kezdőhelyén már egy csomó ember. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy akár lehet a Diablónak a riválisa is, hogyha egy kicsit jobban elterjed, és nagyon jól összerakják. De hát, ezt majd meglátjuk később. Na, sziasztok!